Újabb 15 milliárd forintra pályázhatnak a vállalkozások munkahelyi képzéseik megvalósításához. Zenével, énekléssel, az iskolások műsorával és ünnepi beszéddel emlékeztek Visegrádon. Az Európai Unióról tart előadást Gerzsenyi Gabriella pócsmegyerem. Harmat Anna beállta, fotótárlata nyílik meg Szentendrén. Újabb 15 milliárd forintra pályázhatnak a vállalkozások munkahelyi képzéseik megvalósításához. Az uniós forrásokból megvalósuló gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz kiemelt projektjének célja, hogy a vállalatoknak nyújtott feltételesen visszatérítendő támogatásokon keresztül segítse a munkavállalók képzését, ezzel hozzájárulva a vállalkozások termelékenységének javításához és a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztéséhez. A program korábbi szakaszaiban eddig mintegy 1200 vállalkozás több mint 50 000 munkavállalója részesült képzési támogatásban. A Gino Plus program munkahelyi képzésekre fordítható 70 milliárd forintos pályázatának keretében a munkáltatók többek között szakmai ismeretre irányuló képzésekhez, valamint IKT és nyelvi képzésekhez kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a képzés miatt kieső munkaidőre járó béréhez. A képzéseket támogató program következő 15 milliárd forintos kerettel meghirdetett szakasza számos könnyítést is tartalmaz a vállalkozások részére. Az energiai intenzív ágazatokban működő vállalkozások, amennyiben képzési tervükben zöld átálláshoz kapcsolódó képzés is megjelenik, 100%-os támogatási intenzitással igényelhetnek támogatást. A képzési és bértámogatási elem kapcsán a támogatás maximális mértéke a pályázó vállalat méretétől függően 75 millió forint, nagyvállalatoknál 150 millió forint. A képzési támogatásra és bértámogatásra vonatkozóan mikro- és kisvállalkozás esetében 70%-os, középvállalkozásoknál 60%-os, nagyvállalatoknál pedig 50%-os a támogatási intenzitás. A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen visszanemtérítendő, ami az új szakaszban kedvezőbb továbbfoglalkoztatási feltételek meghatározott mértékben történő teljesülése esetén válhat visszanemtérítendő támogatássá. Az infláció visszaszorítását követően 2024-ben a kormány fő célja, hogy helyreállítsa a gazdasági növekedést és dinamikus 4% körüli GDP bővülést érjen el. Ennek érdekében helyre kell állítani a fogyasztást, 25%-os szint felett kell tartani a beruházásokat, valamint a hazai munkaerőtartalékok mozgósításával a jelenlegi 78%-ról 85%-ra kell növelni a 15-64 éves korosztály munkaerőpiaci aktivitását. A Gino Plus program aktivitás és foglalkoztatás növelését támogató harmadik és negyedik prioritásain keresztül ez utóbbi célt 2030-ig több mint 460 milliárd forinttal fogja támogatni a kormány. A pályázatról részletes információk a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaügyi portálján érhetők el. Gitara és ének szóval kezdődött Visegrádon a 48-as emlékműnél, az 1848-as forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség, a Dunakanyar Citera zenekar és a visegrádi népzene kedvelőknek köszönhetően. A himnusz eléneklése után az Ápril Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztályos tanulóinak ünnepi műsora következett. A diákok Hímer Anna vezetésével készültek fel a szereplésre. Jókai barátom! Olaszországban kitört a forradalom! Párizsban és Németországban is az utcára vonultak az emberek! Amikor egész Európa föllázad a királyok ellen, csak mi vagyunk tétlenek? Vasváripai hol van? Itt jön, nézd! Sándor Mor, Bécsben is kitört a forradalom! Most rajtunk a sor! Holnap, március 15-én kivívjuk Magyarország függetlenségét! Leteljük!
hogy ne tegyenek különbséget ember és ember között. Legyen saját rendőrségünk. Mindenki fizessen adót, ne csak a szegények. Ne legyenek többé földesurak és jobbágyok. A bíróságon a bíró egyedül ne hozzon döntést. Legyen saját magyar bankunk, ami pénzt ad a fejlesztésekre. Kedves Arany János barátom! Csodálatos időket élünk a föld kifordult sarkaiból, a nép győzedelmeskedett a költészetben, és most a politikában is győzedelmeskedni fog. Elég volt már abból, hogy milliónyi szegény ember munkájából a hasznot a földes urak és császárok zsebe égve. Égbe a népet, pokolba a királyokat. Holnap szeptember 29-én Pákoznál csapataink megütköznek Jelasics császári vezérrel. Remélem még látjuk egymást. Gyere, pajtás katonának, téged teszlek kapitánynak, pár esztendő nem a világ, éljen a magyar szabadság, éljen, éljen a nemzet. Örülsz-e, bátyám, a győzelemnek? Örülök, de szomorkodom is, hiszen 10 bajtársam esett a harcmezőn. A szabadságért áldozták életüket. Én azt tanultam a papamtól, hogyha egy ember meghal vele, egy világ veszik el, nem túl nagy ár ez? A jövő fiataljai értékelni fogják ezt a nagy árat. A vész kitört. Vérfagydaló keze emberfejekkel labdázott az égre. Ember szívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet. És folyton folyvást ordított a vész. Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg, amerre járt, írtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel csonthalmok közül, és a nyomor gyámoltalan fejét elhamvadt városokra fekteti. Az iskolások műsora után Bene Júlia, a visegrádi Mátyás király cserkész csapat tagja mondta el az ünnepi beszédet. Jókai Mort idézte, aki szerint a forradalom után 40-50 évvel, akik politikával foglalkoznak majd, elkerülik a forradalom szót, s helyette a 48-49-es évek korszakát a Magyar Szabadságharc címével jelölik majd. A történelem és az utókor az írófejedelmet igazolta, emelte ki Bene Júlia. 1848. március 15-ének napján valóságos forradalom zajlott le, nem pusztán a trón ellen, de az összes fennálló intézmények ellen. 1848. március idusán Deák István történész találó szavaival élve törvényes forradalom zajlott le. Vívmányait az országgyűlés azonnal törvénybe iktatta, azokat a király szentesítette. A reformokat akarók egész nemzedéke politikai pártállástól vagy származástól függetlenül mindannyian igazi demokratikus társadalmat akartak. Kormányzatnak felelős minisztériumokat, nemzeti hadsereget, jogot a gondolatok és vélemények szabad kimondására, de mindenek előtt a szabadság és demokrácia feltételeinek és életkörülményeinek megteremtését. Jogrendszert, intézményeket, alkotó, tevékeny egyesületeket, gondolkodó embereket formáló közösségeket. Ezen a napon 176 évvel ezelőtt átmenet nélkül megszűnt a régi alkotmány. Eltűntek a nemesi előjogok, a jobbágyi terhek. Megbukott az abszolutizmus, és helyébe a nép képviselete lépett. Ez az egy nap több közjogi társadalmi átalakulást idézett elő, mint a megelőző 400 év összesen. A legtisztább értelemben vett forradalom volt ez, amely félmilliónyi nemességgel egyenrangúvá tett 14 millió honpolgárt, és megteremtette a teljes magyar nemzetet, emelte ki Bene Júlia. A forradalom a császári reakció miatt vált önvédelmi küzdelemmé, szabadságharcá, amelyet levertek ugyan, de bukásról nem beszélhetünk. De hosszabb távon valóban bukásról beszélhetünk? A reformkor nagy nemzedékének a forradalom során kikristályosodott szellemisége, Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Ötvös József és mások. Az önkényuralom éveiben is tovább élt, tovább hatott.
A modern értelemben vett szabadság eszmények tovább élése és tisztelete vezetett végül a 19. századi magyar politika legjelentősebb alkotásához, az 1867. évi kiegyezéshez. Helyreállt az ország alkotmánya, újra életbe léptek a 48-as törvények. 50 évre biztosították a képviseleti kormányrendszert Magyarországon, 50 évre megszabták az ország létezésének kereteit. Sorsdöntő lépés volt ez. Micsoda évtizedek következtek, méltók 1848-49 szellemiségéhez, amelyet a kortársak így foglaltak össze. Az államalkotás, a szabadság védelme, és a közművelődés terjesztése. A megtorlás és önkény évei után a 19. század második felében már egy minden szempontból megújult Magyarországot láthatott a világ, hangsúlyozta Bene Júlia. Az ünnepi beszéd után az önkormányzat, a civil szervezetek és intézmények képviselői elhelyezték koszorúikat az 1848-as emlékmű talapzatán, majd ismét a citera és ének szó csendült fel. A megható ünnepség a hagyományok szerint a szózat eléneklésével zárult. Az Európai Unióról tart előadást Gerzsenyi Gabriella Pócsmegyerem. A Pócsmegyeri Rendezvényközpont világjáró sorozatának következő alkalmán Gerzsenyi Gabriella Brüsszelről és az Európai Unióról fog beszélni saját tapasztalatok alapján. Az előadás március 22-én pénteken 18:30-kor kezdődik a könyvtárban. Az előadó 16 évet dolgozott eurokrataként az Európai Bizottságban, szubjektív élményeiről 2021-ben könyve jelent meg Brüsszel után szabadon címmel. Előadásának különleges aktualitása is van, hiszen június 9-én vasárnap lesz az Európai Parlamenti képviselőválasztás. De mi is az Európai Parlament, mi a különbség az Európai Tanács és az Európai Bizottság között? Kik azok a brüsszeli bürokraták és mit is csinálnak? Mindenre választ kapnak a nézők és az Európai Unió működésével kapcsolatban is tájékozódhatnak. A program ingyenesen látogatható. Harmat Anna beállta, fotótárlata nyílik meg Szentendrén. Fotótárlat lesz Harmat Anna Beáta igézően gyönyörű képeiből. A megnyitó március 22-én pénteken 17 órakor lesz Szentendrén a Városház galériában. A kiállítást megnyitja Fülöp Zsolt polgármester és Andrássy Réka író. A fotóművész saját szavaival élve elmúlt 7 év szép eszenciáját mutatja meg 80 fotó által. A kiállítás március 22-től április 29-ig látogatható.